26 éves koromban egy szegény mosogató fiúként dolgoztam egy puccos étteremben. Egy hosszú szakálló, idős, hajléktalan férfi mindig az étterem ablaka előtt tácsorgott. Folyton egy gyönyörű darab bélszín bámult. Láttam rajta, hogy remegett az éhségtől. A kiállhatatlan munkavezetőm megparancsolta, hogy küldjem el a hajléktalant. Titokban megfogtam egy hátramaradt bélszín darabot, és félrehívtam a hajléktalan férfit egy sarokba, ahol elosztottuk. Jó barátokká váltunk a maradék bélszínek megosztása során. Elmondta, hogy arról álmodik, hogy egy napon képes lesz egy jót enni egyéb... Nem hallgatál? Vissza. Üdvözlök mindenkit, Huszti István, fogadtőlem szeretettel. Boldog születésnapot kívánok neked, erőben, egészségben. Egy szó, ami hirtelen szívem talál, elég, hogy összetőben imád, félre állj. A tengernyi gond között nincs semmi jó. Csoda-csoda hullámok közvelődő hajó, s vet a célod dolój, messze jársz. Egy nap úgy döntesz, végleg kiszállsz. Sose búcsúzz el, minden új nap egy új remény. Tudjátok, mit szeret nagyon? Mi a kedvenc nótája páromnak? Már már kicsikét budizunk, bográcsolunk, jól fogjuk magunkat érezni, ez biztos. Egyszerűen én azt mondom, nem úgy, hogy berúgunk, hanem egy kis mulatás. Bográcsolás lesz, és megmondom nektek az igazságot, nem kívánjuk a bakgulyást, nem kívánjuk a... gulyásleves, semmit. Megkoztuk az ebédünket, jó az ebéd, úgyhogy lecsó lesz a menü. Istőrt szalonnával. Nagyszerű. Ami hamar is kész van. Mert nekem holnap, mert nem kell dolgozni. De viszont a páromra most gondoltam, hogy ide ülök, és személyesen elmondom, hogy adja a jó Isten, hogy még sokáig együtt éljünk. Igen. Vegyük le, Slityak úr. Na, anya, hogy ment. Helyen. Ledobtuk. Ezzel a nótával elköszönök, mert szeretnék vele lenni. Családommal, kisfiammal, és megmutatom az ajándékokat, mit vettem. Ki ne hagyjam.
Meg is van. Utána megmutatom az ajándékot, ha velem maradtok. Aranykezőmet üdvözlöm, Molnár Anikót is. Sziasztok, köszönöm, hogy itt felköszöntöttétek, jó estét kívánok. Nézd Minecraft videókat wifi nélkül. Próbáld ki a YouTube Premiumot díjmentesen és játsz zavartalanul. Írtatok, hogy sokáig éljen a tagja jóságig, amíg legyen mellett. Thank you.
Na, mutatjuk az ajándékocskát, milyen szépet kapott. Kapott egy zsidódót, mivel én dolgozok, idézik, nem fogja pucolni a vettéseit. Utána kapott egy öblítőt, hogy pucson ki. Igaz, hogy már egy megfa, azt mondja, kapott egy nagyon szép feltétlenítőset is, azt mondja, dob ezt, ami nagyon-nagyon kell, tudjátok, elég jó feltétleníteni, arra tetszik, hogy mindenki mindent látson. Így bizony, kapott egy ablaktisztítót, amiből mondjuk ezt nem most vettem, de ezt ajándékba. Igen? Azt mondja, meg egy hipót. Ajándékba. Meg van csomagolva. Gyönyörű ajándék. Utána, de szép ajándék szerintem, mert még én dolgozok, ő addig fertőtlenít. Azt hiszem. Bizony. Meg most szépen. Mint most felcseréltük egymást. Én vagyok a pacsi ördöző. Viccelek. Nem igaz. Csak hülyéskerek. Mondtam, hogy az ibolyából mindig kijön a kis ördög. De én ide pakoltam mindent. Hogy igenis, itt ezt takarítási mondom szépen, amíg Ibolya dolgozik, addig megkérjük Pust István születésnapja alkalmára. Takarítja meg az ablakot. De nem igaz. Jöttem, de ez jó kis poén. Gondolom, hogy ő is fogja majd röhögni. De mi, megmondom az igazságot, mi nem veszünk magunknak ajándékot. Minek? Minden nap együtt élünk. Ha szeressük egymást, nem az ajándéka fontos, hanem az, hogy békésen teljen a születésnap, kacagjunk, röhögjünk egy jót, együtt teljen. Bizony. Adjuk meg egymásnak a szeretetet, azt nem lehet megfizetni. Bizony. Úgyhogy ő mondta is, hogy semmit nem merjek venni. Hát így is történt, hogy nem ismertem, mert nem is tudtam, mert dolgoztam. De annyi minden van itt, hogy szerintem nem kell itt vásárolni. Mindenre megvan itt. Köszönöm, akik köszöntötték, aranyosak vagytok. Gondolom, fog egy jót röhögni, hogy én mit pakoltam. Várni fognak majd be benneteket. Megyek most bográcsolni, és utána majd a vége a bográcsnak a pancsi. Elépek divézőre nem sokáig, mert dolgozok. 6 órakor nekem ott kell gurulni. Igen. Vigyázzatok magatokra, aranykezükeim üdvözöllek, Rozália, hegyem a szívedet. Én attól ráérek, hogy ti elérhetőek vagytok, tudtok nekem írni bármikor. De ez jó jelenet volt, na legalább nem tudják mondani, hogy a koszos retkesnek nincs semmi. Itt van. De még van több. Isten ő is bepakoljam. Ki is kell azt vinni. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra!